Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, januártól ismét összeálltak próbálni. A Kalocsai Fúvó zenekar tagjai, akik továbbra is lelkesen, de jóval kevesebben muzsikálnak együtt. Sokan el is mentek még ugye az őszi időszakban, úgyhogy egy picit meg is csappant a zenekar. Hát amikor online oktatásról természetesen, akkor ők is otthonról. Most már egy picit januártól nyitottunk, hiszen engedélyt kaptunk a fenntartónktól, hogy csoportokban, kisebb csoportokban lehet már muzsikálni, úgyhogy januártól a zenekarral 10, 11 pár fővel már azért próbálunk. A zenekar korábbi összlétszáma majd a kétharmadára csökkent. Van, aki a Covid vírus miatt egyáltalán nem jön már talán fél éve, hiszen ha olyan helyen dolgozik, ahol, ahol ezt nem megengedett kórházba itt ott, úgy, 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 egyáltalán nem járnak, de ilyen 21 pár főről beszélhetek, ugye a 30 akárhányhoz képest. Én úgy gondolom azért ez elég nagy visszaesés, de hát eltelt tíz év, fölnőtt egy generáció, és ez miatt is ugye sokan elhagyták a zenekart, de én nagyon bízom benne, hogy ez meg tud majd újulni és frissülni. Ezért a Kalocsai Fúvó zenekar toborzót hirdetett azok számára, akik kedvet éreznek a közös zenéléshez. Előnyt jelent, ha korábban már tanult fúvos hangszeren a jelentkező. Most itt elsősorban az amatőr zenészekre gondoltunk a toborzónál, mert, már a zeneiskolai növendékek, amint megérnek erre a dologra, akkor nyilván, hogy csatlakoznak a zenekarhoz, de most elsősorban az amatőr zenészeket szólítanánk meg. Elsősorban a tubát mondanám, abból három is van a, a tulajdonunkba, ami most mind áll, tehát a, meg a mérezesek, mérezeseket is szívesen látunk, de tulajdonképpen bárkit, aki hangszert ragad, nagyon szívesen fogadjuk, hiszen mindenkire szükség van. Az érdeklődők a zenekar között közösségi oldalán jelezhetik csatlakozási szándékukat és természetesen a kardnagynál is tudakozódhatnak a lehetőségek felől.